A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, a magyar-lengyel barátság legendás, ezt tudjuk régről, és az is jó számunkra, hogy Székesfehérvár és Opole, valamint Fehérvár megye és az opolei vajdaság több mint két évtizede ünnepli a lengyel-magyar barátság napját közösen. A hagyomány, hogy egyik esztendőben Székesfehérvár ad otthont ennek a rendezvénynek, majd a következő évben pedig természetesen Opoléba látogatnak el a vármegye, illetve Székesfehérvár képviselői. Így volt ez ebben az esztendőben is. És amiért most erről beszélgetünk, röviddel az esemény után, hogy Bobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke egy Opole Vajdaság érdemérmet vehetett át. Gratulálunk. Köszönöm. Én azt hiszem, hogy ez egy abszolút megerősítés. Hát, számodra. Úgy érzem, és nagyon jól eső érzés, olyan felejthetetlen módon és környezetben adták át ezt a rendkívül megtisztelő kitüntetést, amit az ember azt hiszem, hogy egész életében jó érzéssel visel magában, jó emlékként, szép emlékként. És hát tényleg úgy van, hogy nem csak a két testvérvárosnak a kapcsolatát erősíti, hanem engem talán meggyőzött arról, hogy nem volt hiába ez a 15 éves, egyébként rendkívül sok örömet adó és szépséget adó kapcsolat. Beszéljünk egy kicsit a kezdetekről, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy a fantasztikus barátság fűz Janusz Olcsikhoz, fűzött Janusz Olcsikhoz, és ugye itt van nekünk Konrád Sutászki, András Strasevski, és azt hiszem, hogy ez már ez a trió a többiekkel együtt, ez már egy olyan veretes névsor, ami megerősíti azt, hogy igen, ennek a magyar-lengyel barátságnak itt hagyománya van, és mindenek feletti Székesfehérváron. Hogy hát igen, nagyon örülök, hogy ezt a három nevet említetted. Nagy hálával tartozom nekik, és életem azon szereplői, akik mindig örömet okoztak nekem mindennel, soha nem jelentett semmi csalódást ebben az ügyben. Még valakit azért szeretnék kiemelni, azt a lengyel képzőművészt, aki kifaragta, illetőleg aki elkészítette a Horváth János segítségét, Horváth János segítette abban, hogy elkészíthesse a Katiny emlékkeresztet, és akinek aztán itt Fehérváron kiállítást szerveztünk. Ő is azt hiszem, hogy ebben a sorba tartozik. Igen, természetesen. Egy kicsit beszéljünk róluk, hiszen András Strasevski nagyon sokat tett azért, hogy a Klub Polónia itt Székesfehérváron is egy hiteles, népszerű, és ami a legtöbb, nagyon sokat tevő társaság lehessen a magyar-lengyel barátság körében. Nézd, az Andrzej nélkül nem nagyon tudom elképzelni, hogy ez a kapcsolat ilyen virágzó lenne, hiszen őt minden alkalommal vittem magammal abba emlékezetes és nagyon sok örömet adó nemzetközi írótáborba, ahova engem 15 éven keresztül meghívtak. Mindig, minden esztendőben ott voltam, sőt, mindig vittem magammal valakit, tehát másod, harmad magammal mentem ki ebbe az írótáborba, felejthetetlen emlékeket gyűjtöttem ott. És ott különösen megerősödött bennem az, hogy milyen mélyen él a lengyelekben, és milyen őszintén a lengyel-magyar barátság. Eleinte még egy kicsit szégyenkeztem is emiatt, mert egyoldalúnak éreztem ezt a nagy-nagy tiszteletet.
De aztán az idők folyamán is talán ebben segített az is, hogy egyre erősebb lett és egyre tartalmasabb lett a kapcsolatunk. Tehát a lengyel irodalmi napok, aztán a Janusz Vujcsik könyvének a kiadása, a kétnyelvű Leporello, ami Lengyelországban hatalmas visszhangot váltott, és állandóan emlegetik, és most is szóba került, hogy ez teljesen egyedülálló, hogy mi ilyen Leporellót lengyel költők verseiből összeállított, Katinyra emlékező verseiből összeállított Leporellót készítettünk, de hát még egyszer mondom, Janusz Vujcsiknak egy rendkívül szép, barátságos kis kötetét adtuk ki. Ugye a Városháza dísztermében ott voltunk mi is, amikor ez egy, én azt hiszem, hogy felejthetetlen élmény volt minden irodalombarátnak. Igen, és hát ott van az én ima verskönyvem, amit lefordítottak, és hát nagyon nagy büszkeség az, hogy ritkaság ez is a lengyel vagy más nemzetség kapcsolatában. Ugye a kapcsolódási pontok azok megvoltak. Magyar-lengyel két jó barát, igen. Ismerjük a lengyelül és magyarul is ezt a szlogent. Ugyanakkor nagyon fontos volt a kezdetek, hiszen ez hozzád kötődik mindenféle értelemben, és nagyon fontos, hogy itt említsük meg Konrád Sutarskit is, hiszen ő is nagyon sokat segített ebben, hogy ez a kapcsolat elmélyülhessen. De honnét jött a gondolat, hiszen ez 15 éve volt. Igen, Janusz Vujcsik egy fehérvári küldöttségnek, vagy talán amikor Fehérváron járt, akkor említette, hogy hát van ez az írótábor, és hogy várják a fehérvári írókat. Úgyhogy erre az invitálásra mentem én ki, és fantasztikus élményekben volt részem. A legfontosabb az, hogy állandóan azt éreztem ebben az írótáborban, hogy ott a leginkább szeretett vendégek, természetesen hát a lengyel anyanyelvéken kívül, azok mi vagyunk magyarok. Úgyhogy minden rendezvény azzal kezdődött, hogy és itt vannak a magyar barátaink, akiket külön üdvözöltek, mindig elsőként. Én háromszor is előadást tarthattam itt különböző témákban, úgy, mint ahogy Janusz Vujcsik is eljött a határon túli magyar irodalom napjaira, vagy a könyvbemutatóra, vagy a magyar-lengyel barátság napjára. Szóval még így visszagondolva is, hát csodálatos élmények, és azt hiszem, hogy egy rendkívül intenzív baráti kapcsolat. Nem csak irodalmi kapcsolatról van szó, hanem tényleg őszinte baráti kapcsolat. Én nekem nagyon nagy fájdalom volt a Janusz Vujcsik halála, és az, hogy a temetésén nem tudtunk ott lenni a Covid miatt. Covid volt, igen. És a Janusz temetésének az órájában, tehát akkor, amikor a Janust temették, akkor itt a Katiny emlékkeresztnél egy felejthetetlen emlékezést és búcsút csináltunk. Igen, ha már a Katiny emlékkereszt, azt hiszem, hogy nemzeti sorstragédiánk egyik nagyon-nagyon fontos pillanatát sikerült abban az értelemben közkincsé tenni, hiszen méltatlanul elfeledtük ezt a történetet. És nagyon jó, hogy a Vörösmarty Társaság veletek az élen, és most már azért az önkormányzat is odafigyel erre, hiszen a barátság alapja, hogy nem csak a jóban vagyunk együtt, hanem ha úgy tetszik, a rosszban, és megbecsüljük azt a múltat, amely kevésbé veretes, tragédia fűződik hozzá, de azért ez így van rendjén. Azt nem tudom, hogy elmeséltem-e már itt, te biztosan tudod, hogy az egyik ilyen lengyelországi találkozón együtt beszélgettünk a Janusz Vujcsik, az Andrzej Straszewski, egy lengyel szerzetes pap, és én, és ott hát természetesen a lengyel-magyar történelemről, a barátság múltjára sok mindenről beszélgettünk.
elsősorban a két nép történelmének a különböző különleges és emlékezetes eseményeiről, így nyilvánvalóan a katinyi vérengzésről és a Donkanyarban történt magyar tragédiáról. Amikor hazajöttem, és ott ebben a pillanatban jutott eszembe, itt a beszélgetés során, hogy a Donkanyar kápolna mellé le kellene tűzni egy kopjafát a katinyi áldozatok emlékére. Most ez azért lett volna véleményem szerint egy egészen különleges tett és esemény, mert a II. Világháborúban különböző oldalakon álltak a magyar és lengyel katonák, honvédek, mind a kettő, és ott szerettem volna ezt a kopjafát fölhajtani, ez nem sikerült, abszolút rövid látás miatt, és aztán úgy gondoltam, hogy akkor ott van a II. János Pál pápa tér, ott van az a nagyon szép füves kis rész, amit a Karsai Béla újítatott föl, hogy a II. János Pál pápa téren ott van a korpusz a Székesegyház falán, hogy milyen szép dolog lenne ott egy katinyi emlékkereszt. Tehát Katinyi Vojtila. Tessék? Katinyi Vojtila kapcsolat. Így van, pontosan. És hát ez se tetszett, úgyhogy aztán helyszínt kellett találni. Nagyon örültem, hogy Rót Péter alpolgármester úr az ügy mellé állt, és az ő segítségével, amit én szerettem volna, hogy akkor legyen ez a téren, a Jávor-Ottó téren, ott sikerült megvalósítani, aztán most átkerült más helyre, hála jó Istennek, nagyon szép helyen is. És azt is mondhatom, hogy a Fehérvárra látogató lengyelek zarándok helye. Ez éppen úgy, mint amit aztán fölemeltünk Voronyesben, a Horváth János faragta gyönyörű emlékoszlop, ami Voronyes egyik nagyon-nagyon szép helyén, ahol nagyon sokan fordulnak meg, ott jelenti ennek a hídnak az opolei pillérjét. Tehát most van egy virtuális híd a két város között és megye között, hát a gyönyörű. Egy kicsit mélyüljünk el, Zolikám, az irodalmi és művészeti együttműködésben, hiszen ennek is a talpontja te magad, illetve a Vörösmarty Társaság. Gondolok itt az irodalmi napokra, de ugye a képzőművészet is már megjelent, de az irodalmi napok annak tradíciója van, egy olyan hagyomány, amely esztendőről esztendőre megmutatkozik, nem csak a nagy érdeklődésben, hanem egyre inkább elfogadottá válik, hogy a két nemzet költői bizony egymásra találtak. Pár, most ugye a politika távolodik, de az minket ebben az értelemben nem érdekel. Amikor a kitüntetésem átadásakor a laudációban éppen hogy csak egy fél mondat erejéig fogalmazódott meg, hogy milyen fontos ez a kapcsolat most, különösen ebben az időben, amiket élünk, sajnálatosan, és hát teljes őszinte a bizakodás, hogy a mi baráti kapcsolatunk bármilyen téren és vonalon nem fog megszakadni. Ami nagyon sajnálatos, azt még egyszer mondom, hogy ennek a kapcsolatnak a motorja, és a kapcsolat ápolásának a motorja a Janus Újcsik volt, és maguk a lengyelek mondták nekem azt a Janus halála után, hogy nem találnak utódot, aki ezt folytatni tudná. Olyan lelkesedéssel, hittel, szeretettel, fölkészültséggel, mint ő. Viszont ugyanez nincs veszélyben Székesfehérváron, hiszen azért a Vörösmarty Társaság továbbra is ugyanilyen elánnal és szakmai tudással, elkötelezettséggel folytatja ezt a munkát. Hát én remélem, hogy így lesz, igen. No, hát én gratulálok még egyszer, és akkor folytassuk a számadással, hiszen megjelent a Vörösmarty Társaság számadása, Számadás című
könyve. Itt a Vörösmarty-tehák költői képzőművészei bemutatják, milyen értékekkel, alkotásokkal járulnak hozzá a királyi város kulturális művészeti életéhez. Honnét jött a gondolat? Hiszen ez egy nagyon-nagyon sokszínű, ez majd természetesen néhány, azt hiszem, hogy sokan fogják látni, hiszen a képzőművészeti alkotásokat különböző fantasztikus versek kísérik. Az előszóban úgy fogalmazol: a világunk pedig olyan, hogy sok minden néha igazán kétséges körülmény árnyalja a befogadást, a lélek épületének állapota és a körét bezárul. Költők, képzőművészek teremtő munkája éppen ezt igyekszik szolgálni, ne szegényes viskó, hanem fényes palota legyen az a bizonyos épület, hogy gyönyörködhessünk benne. Azt hiszem, hogy ez egy olyan veretes gondolat, aminek mentén ajánlhatjuk mindenkinek. Honnét jött a gondolat egyébként? Hát legalább két évente azért mi kiadtunk az elmúlt 15 esztendő során versantológiát, összeállítást a társaság költőinek, íróinak a munkáiból, hol verses kötetet, hol prózai antológiát. És hát most tulajdonképpen itt volt az ideje egy ilyen kis összefoglalónak és számadásnak, és olyan csodálatra méltó lelkesedéssel dolgozik az Áronyegyleves Művészet Barátkör, hogy úgy gondoltam, itt az ideje, hogy ezt egy ilyen kiadványban elismerjük, és egy olyan kiadvány, ami bemutatja az ő munkásságukat. Én azt hiszem, hogy szép könyv született az ő képzőművészeti alkotásaikkal, és bár a lehetőségeink, a szűk lehetőségeink miatt egy-egy verse szerepelnek a költők, de azt hiszem, hogy ez is elegendő bizonyítéka annak, hogy milyen nagyszerű társaság és milyen nagyszerű. Rendhagyó módon most nem verssel jelentkeztél ebben a könyvben, viszont azért kérlek szépen, de nem a befejezetlen mondatot. Igen, hát ez egy prózavers. Igen. Igen. Azt hadd hallgassuk meg, hiszen én azt hiszem, hogy nagyon mély gondolatokkal. Igen, annyi bevezetőként, hogy az én egyik legjobb barátom, gyerekkori barátom, akivel biztos, hogy életem végéig szóló baráti kapcsolatban maradok, súlyosan megbetegedett, és hát amikor fölhívott engem, az egy félelmetes fájdalmat jelentett nekem, úgyhogy letettem a telefont és megírtam ezt a verset. Befejezetlen mondat. Amikor az utolsó kanyarból ráfordulunk a végső, ködbevesző egyenesre, Isten arra int, hagyd a kétségekkel teli, mindig is csalfa ismeretlen jövőt, nézz hátra, idézz fel minden állomást, szakaszt, a nevetve legyőzött akadályokat, az út mellett vizet adó barátaidat, kik mikor megpihenhettél, ott ültek melletted, fogták kezedet, vigyázva el ne takarják a napot, és megszentelt kenyérrel etettek. Tudod, hiszed, fákat ültettél, virágokat, adtál gyermekeket, Isten kegyelméből és neki, így lehet benned béke, és hiheted, mindezért kezét nyújtja ölelésre, hogy érezd, veled teszi meg a kanyar utáni szakaszt, hogy tudd, hidd, nincs vége, csak lesz egy megálló, ahol újra kenyér és víz vár, tenyeredbe érzed mindenki szívdobbanását, akik szerettek, mosolyogva indulsz tovább. Eddig is szép volt, ami jön, a teljesség, az örök szeretet és béke. Hidd, Isten nem adná. Köszönöm szépen. Nos, hát igen, a hit, a szeretet és a találkozás pillanatai nagyon-nagyon fontosak lesznek. Ehhez kívánok
erőt, egészséget valamennyi Vörösmarty Társaság tagnak, mindenkinek, aki a irodalom kedvelőit Székesfehérváron és figyelembe veszi azt, hogy ebben a felgyorsult világban bizony nagy szükségünk van az irodalomra, a mi éves gondolatokra. Zolikám, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm. És hát természetesen fogunk még találkozni. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Ebben az esztendőben Opolaiért elismerést vehetett át a Magyar-Lengyel Barátság jegyében Bobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke. Erről beszélgettünk és sok minden másról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.